Sziasztok! Itt vagyunk. Megint a nyulaknál, persze, most már lehet, hogy kicsit unjátok, hogy csak állatokról és nyulakról lesz szó, de hát jégvirágról sem tudok sajnos videót csinálni. Megérkeztek a nyúlketrecek, 10 darab szuper jó, rakom össze, és utána mutatom majd a jó hír. Utolsó videóban volt arról szó, hogy van itt lent egy gyönyönyúl, amelyik nem akar már sokat gyára fialni, úgyhogy ha nem jutunk vele dűlőre, akkor megy a levesbe. De nem kell a levesbe mennie, ugyanis azután a videó után két nappal, ahol jól számoltam, minimum 10 kisnyulat sikerült világra hoznia. Ők most még be vannak takargatva a szőrével. Első fialás volt, úgyhogy nekem kellett összeszedni innen-onnan a ketrecből a szőrt, amit ő kitépett magából, és akkor befedni vele a kisnyulakat. Hát még amatőr, de majd belejön. Úgyhogy első fialásra ez szuper jó. Kész az első nyúlketrec, ami körülbelül egy 40 percbe tartott. De most már, hogy tudom, hogy mit hova kell rakni, így valószínűleg, hogy 10 perc alatt meg lesz a következő, ami erre fog rá jönni, meg még egy. Hogyha felfér, de lehet, hogy csak a következő sor fog felférni, majd látjuk. Szóval azért tartott eddig, mert például ezek a sarokelemek, amit én azt hittem, hogy így befele kell, hogy álljon, az már a négy láb fölrakása után derült ki, hogy ezeknek kifele kell, hogy álljon. Ugyanis, hogyha ez itt befele áll, akkor ezt nem tudom, ezt a kis kirincset fölhelyezni. Itt nyílik. Az alja műanyag, négy műanyag elemből áll. Külön van az alján a tálca, ami megfogja majd a nyúlbogyót. Itt az itatónak a tartója. Van egy fura dolog hozzá. Mindjárt mutatom. Gyanítom, mert semmi más nem volt hozzá, hogy ez a PVC cső lenne az itatója. De máshol nem tudom elképzelni. Így. Van hozzá külön egy ilyen tölcsér. Na mindegy, fogalmam sincs. De kőkemény áldozathozatal által több alkalommal magamat feláldozva, bocsánat, csak közben itt pakolok, ürítettem ki boros üvegeket, hogy tudjanak a nyuszik miből inni. Itt az etető, így nyílik, ezt felhúzod, és akkor hello, jó étvágyat, nyuszi. Két át kívülről tölthető. Ami ez a problémám volt, hogy ott ezt az akasztóját, ami van, ezt egy kicsit meg kellett kalapálnom, mert itt teljesen jó, belefér, itt meg túlnyúlt. Tehát teljesen mindegy, most melyik oldal, hogyha a másik oldal rakom be, akkor ez tűnne úgy, mint hogy túlnyúlt volna. Van hozzá még ilyen szénatartó, de odáig még nem jutottam el, hogy megfejtsem, hogy ezt hogy kell felrakni, meg hova. Meg most ez nem is, nem, így, hogy nincsen még széna, így most ez annyira nem is fontos, majd tavasszal már, mikor lesz nekik fűféle, meg friss zöld, akkor majd valahogy megszerkeztem, felrakom ezeket. Úgyhogy ilyen, hogy is van, 50 cm mély, 40 cm magas, és 1 méter széles, szerintem kicsit szélesebb. Na majd lemérem, most ennyi, még rakok össze párat. Kész lett a második ketrec is, 10 percen belül, szerintem 8 perc volt. Én nem számolom a kis műanyag elemeket, amiket még be kellett pattintani a helyükre. Megtörtént az első leválasztás, itt vannak hatan most. Hát mindig kényelmesebben el vannak, mint az anyukájukkal, majdnem ugyanekkora. Jó, ketrec, most még szaklásznak, nézelődnek, majd egy itató üveget kell ide néznem. Itt pedig a bak, a fiatal bak. Nincsen neve, adjatok neki nevet, hogyha szeretnétek. Írjátok meg kommentbe, hogy hívják őt. Na, tetszik az új hely? A büfé az szerintem bejön, úgy nézem. Csak most megzavartalak.
kettő egymásra építve így néz ki. Lehet, hogy ma nem tudom befejezni az összeset, de szerintem így kettesével lesznek rakva, max. Hármas, hát nem, a harmadik az már nagyon magasan lenne, tehát kettőt rakok inkább egymásra, és ez így bőven, bőven jó lesz. Egyébként, most itt csúnya az udvar, ekkora dobozokba érkezik. Maga a ketrecrész az egybe szokott lenni, vagyis hát egybe van, és akkor külön vannak itt a kis alkatrészek. Itt szabad ez a rész, de nem esik be az eső. Szerintem tök jó. Egyébként alumínium, nagyon könnyű, tehát nem nehéz mozgatni, akkor se, hogyha kettő össze van szerelve. Tök jó, én elégedett vagyok vele. Itt van a tálca, ami a kakának van, de fog lepotyogni. Mondom, nagyon jó, hogy műanyag az alja, tehát nem hideg. Szuper. Rozsdamentes. Tényleg nagyon király. Hát nem túl szép a háttér. De most összeszerelek nektek, vagyis magamnak, de megmutatom nektek, hogy hogy kell összeszerelni egy ilyet. Most már háromat összeraktam. Mondhatni szerintem már rutinszerű. Csomagolás-bontásban profi vagyok. Ez a kés olyan éles, mint hogyha egy vajazó lenne. Na de mindegy. Hát így néz ki, mikor kivesszük, most fejjel lefele van. Itt ez a lyuk, a fiasztatóládának a helye. Van benne egy doboz, be vannak csavarok, szénarács, itató, meg ilyenek. Meg az etető is ebben van. Négy darab ilyen műanyag rács ez az alja. Van kettő ilyen. Ez fogja majd a tárcát megtartani az alján. Van benne ez a csodálatos PVC cső. Egy fém rekesz, amivel le lehet zárni majd a fiasztató ládának a helyét. És a négy láb. Csavarhúzót megkeresem. Hogy nem fogom megtalálni, de itt van be. Szóval először ez a rácsos rész, ez lesz a teteje, ami be van rácsozva. Ami nyitott, az az alja. Készítek ide egy-két csavart. Van, ami egyébként baki benne, mindjárt mutatom. Gyorsan megmutatom, tehát itt van ez a műanyag, tehát a végére tartnak,
Hát valószínűleg nem ehhez gyártották, mert hát jó 2 mm-rel túlnyúlik ez a kis fém láb, mint maga ez a műveg, tehát nem lehet ráhúzni. Esetleg annyit lehet majd, hogy bevágom itt a végét, a két oldalát ennek a műanyagnak, itt bevágom, itt, és akkor szerintem rá fogom tudni kalapálni. Az első az azért tartott nagyon sokáig, mert próbáltam értelemszerűen csinálni, és óta megláttam egyből, hogy van alátét, az egyik csavartam az elsőt, aztán kiderült, hogy alátét az egy darab van benne, az pedig a kirincshez van, a nyúlketrec kirincséhez. Igen, és nem kell anyasi a lábak felszereléséhez. Ugyanis az a baj, hogy állványon van a telefon. Szóval a csavarnak a helye az menetes már a nyúlketrecbe is. Be kell csavar. Egy fél körtét kéne becsavarni. Na. És amit mutattam már, tehát a becsapós, hogy ezt így befelpróbáltam a lábat fordítani. Így. Kifele kell, hogy álljon. Ezért volt az első, amire végeztem, az, hogy 40 perc. Most meg így, hogyha nem beszélek ennyit, csak csinálom, és nem mutogatok semmit, akkor egy 10 percen belül meg tudom csinálni. Össze tudom rakni egy darabot. Ennyi fent is van az egyik láb. Nem tudom, hogy hallatszódik-e, azért ugye a faluba ugatnak a kutyák. Tanyán lakunk, de igazából a falu szélétől egy 400-500 méterre. Hát néhány barátunk ismerősük mondja, hogy tanya, de mégse tanya. Hát jó, persze nekünk is örülünk, hogy itt vagyunk. Az a helyzet, hogy két gyerekkel nagyon fontos szempont volt nekünk, hogy a feleségem is most már visszaáll dolgozni, hogy közelben legyen bölcsi, óvoda, iskola, mert egyébként nekünk is az álmunk egy ilyen homokhátsági részen, mondjuk egy ilyen, ahol fenyő vagy akácerdő közepén van tanya, na az az igazi nekünk is, mikor mondjuk egy kilométerre vagy a betonúttól és az aszfaltúttól. Az tényleg nagy királyság, ez van, nem panaszkodunk, ne értsétek félre. Ami miatt szoktam panaszkodni, ez a rengeteg szemét, meg hogy a háznak a felújításával nem úgy haladunk. Habár belülről fel van újítva, de kívül azért bőven hagy kívánnivalót. Hát meg ahogy látjátok itt a hátteret. Szép van pakolva, még nincs semminek úgy igazán helye, pedig már lassan 4 éve itt lakunk. Már mindig küzdünk az elemekkel. A szomszéd, tanya szomszédnak mondtam, hogy jó, mondom, olyan király, mondom, hogy nálatok, mert mindennek így
megvan a helye, szép tisztaság van. Mindig az udvarban, mondom, nálunk valamit lenyírom valahol a füvet, és akkor előjön három mázsa szemét, amit ezek a jó emberek itt hagytak. Elmondja, hogy ők is körülbelül 4-5 év betelt, mire kipakolták, mire kihordták a szemetet onnan a tanyából, ahol laknak. Na és akkor most jön, közben mutatom a tálcának a tartója. Majd úgy fordítom, hogy... Na de nem panaszkodásnak szeretem volna ezt, tisztában vagyok azzal, hogy még így is, hogy ennyit ennivalónk van még a jövőbe. Már most is, hogy is mondjam, sokaknak az álmát éljük. Csak nem kéne ennyire balfésnek lenne. Mindig mindent felejtek. Na ez az, amihez már kell anya. Lábakhoz nem kellett anyacsavar, ehhez kell. Szóval három kakasból egyet fogunk hagyni, és már nagyon el vannak kanászokban, nagyon verik egymást egyrészt. Másrészt meg fehéret azt mindenféleképp le kell vágni. Tudjátok, az még az sem volt biztos, hogy kakas. Mondom ezt annak, aki követ. Azt tudja, hogy volt egy CR-ről szó. Annyira lassan fejlődött, meg nem úgy, hogy nem voltunk benne biztos, hogy kakas ő. Úgyhogy ő neki majd leves vagy bugrács lesz a vége. Nem szeretném, hogyha ezt a... Most már szép nagy, de nem szeretném, hogyha ezt a lassan fejlődő, aránytalanul fejlődő géneket adná tovább. Egyébként őt a másik kettő kakas nem bántja, de mégis valahogy ilyen. Érdekes a viselkedése, úgy legtöbbet távol van a többitől, és tényleg nem bántják, tehát ha oda megy, nincsen semmi. Tehát ez egy olyan viselkedés, ami nem szokványos. A másikat viszont, másik két szép kakas, ők viszont azért aprítják egymást, úgyhogy mi is őket. Vagyis hát egy marad hattyúkra bőven elég. Jó. Most be fogom vinni, aztán fogjátok látni, hogy beviszem. És rá fogom rakni a másikra. Azt majd, ha kész, akkor azt megmutatom. Én is kibehoztam. Itt van ez a retesz, amivel a fiasztató ládának a helyét le tudom rökeszölni. Így. Itt van az alja. Ilyen kis puzzle-os. Egyik oldala ilyen, értelemszerűen a másik oldala meg ilyen. Ez egy dróttal van összefogatva. Így
érkezik. Egy kis ajtó. Ez majd az itatónak lesz a helye. Na most akkor össze próbáljuk illeszgetni. Ezt ki kell nyitni az ajtót. Bocs, hogyha nem látszódik tőlem túl sok, de máshogy nem tudtam a kamerát beállítani. És kész az alja is. Most nyilván nem látszódik. Így van. Összerakva becsukódik. Automatikus, persze nem, csak lejt. És akkor itt van a két kis sín, amit fölrögzítettem, és az van a tárcának, ahova majd potyoghat a kaki meg a kaja, amit nem ettek meg. És itt van egyébként nem messze a kert, meg a ganéhalom, komposzt szépen szólva. Akkor szépen kihúzom, vagy talicskába beleborítom, és úgy viszem ki, vagy így tálcástól. Itt van az etető. Ez látszódik az etetőnek a helye. Úgy. Itt az etető. Ezt már mutattam, a videóban biztos, hogy kétszer benne lesz. Amit mondtam, ez a távolsággal van baj. Három helyen rögzül, tehát itt fent két helyen és alul egy helyen ilyen összecsúsztatható. Itt a kilincs, ezzel is sokat agyaltam, hogy ezt hogy kell összerakni. Ugyanis van egy kilincs, így. Ezt pont bele lehet dugni. Mindjárt mutatom. Nem mutatom, de. Ebbe a lyukba gyönyörűen szorul. És van egy rugó, van egy alátét, ugye az egyetlen, meg egy csavar. Hát ezt át fogom nyomni ezen a lyukon. Belülről megy ebbe bele a csavar, és a csavar meg a rugó közé meg megy az alátét. Érdekes, itálián konstrukció, gondolom én, ugyanis ez olasz gyártmány. Ráraktam a rugót belülről arra a kis pöcökre, amit mutattam. Én megmutattam így. Így ezt benyomom oda, pont oda. Oda abba a lyukba, belülről rárakom ezt, utána pedig, hogyha összeraktam a alátétet, meg a csavart, akkor így fogom. Csak így passzol, máshogy nem tudtam összerakni. Ez az egyetlen lehetőség, ami jónak tűnik. Mondjuk úgy. Nem lennék balfék. Úgy. Előről ráfogok az anyával.
ott elkezdem szépen összecsavarozni. Könnyebb a kilincset tekerni, mint az anyával, vagy a csillagfejű csavarhúzóval. Próbálkozni itt a közvetlen a ketrec falánál. Na még egy kicsit próbálkozunk. Ez a rugó egyébként egyszerűen csak egy ilyen távtartó funkcionál. Így, és hello. Mindjárt megmutatom, hogy hogy néz ki ez belülről, ez a csavar. Kierőszakolom. Jó. Tehát, ugye megkeressük. Itt. Látom, hogy ennyire nem éles. Látjátok, ott a rugó, ez került alá, fölött az alátét, és itt a csavar. Csak így lehet összeszerelni. Na, a kis kutyák kiengedték a hangjukat. Megy a mentő, és azt szokták mindig ugatni. Oda vittem egy kis szalmát, ami lehullott, és nem tudtam hova berakni. Ott a szétkapirgálták. Itt ezen a részen még nincs trágya, meg semmi. És nézzétek csak azon a részen, ahogy állnak a kis baromfik, hogy széterítették a trágyát. És ez mind ilyen kupacokba volt lerakva. Na tehát ezt mondtam. Hát, hogy én nem fogok most már trágyát szórni. Kirakom ilyen kis kupacokba, és akkor majd szépen ők széterítik. Ennyit akartam, legyen ez most egy heti videó. Ha bár hétvége van. Úgyhogy jövő héten csinálok majd még egyet. Ez egy kis rotátor összehasonlítás. Az kemény lesz szerintem, mármint hogy nem lesz olyan. Ó, de kemény, de hogy a rotátoraim között a különbség az új és a régi között van nem kicsi különbség. Ilyen csúnyácska a téri kert, sajnos. A kukoricákat még ki fogom vágni, a nyulak azok szépen meg fogják eszegetni. Még megyek, vágok nekik bodzágot, hogy rágcsálják. Utána pedig még összerakok néhány ketrecet. Ennyit akartam ma, köszönöm, hogy megnéztétek a videót, sziasztok!